Az olimpiai parkban felállított a Helsinki olimpia 70. évfordulójára készült emlékművet Melokko Miklós tervezte 2022-ben az aranycsapat alapítvány kezdeményezésére. Az alapítvány elnöke Kő Lajos szívén viseli a magyar sportélet aranykorának emlékét, és olyan közismert közéleti személyiségeket hív meg tiszteletadásra, akik választott hivatásukban, sportolói múltjukban sokat tettek hazájukért. A Time magazin szerint Magyarországról a nagyvilág két dolgot tud. 1956, azon belül is a pesti srácok voltak az év emberei 1956-ban. A pesti srácokat, az 1956-os forradalmat ismerik, és a Puskás-féle aranycsapatot. Tehát két dolgot. Aranycsapatot és az 56-os fantasztikus dolgot. Na most annak is a főszereplője, ugye a pesti srácok voltak, és a pesti srácoknak is az első számú csodálatos világhírű sztárja, kérem, a mi Jancsikán, kérlek szépen, Varga János. Ezúttal Varga János Jancsika, aki 16 esztendősen az 56-os forradalom és szabadságharc idején a Korvin köz legfiatalabb harcosa volt, rotta le kegyeletét a Helsinki csodát kivívó sportolók emlékműve előtt. Milyen érdekes dolog, hogy abban a nagy, óriási komorista nyomorba, és emberek százait kivégezték, vagy ezreit is, és börtönben is voltak, mégis volt, és pedig az aranycsapat, és az összes, hogy mondjam, sportolók olyan örömet is, és jót hoztak be az országnak, hogy a nagy nyomorban is mégis volt az embereknek valami értelmük is, hogy volt valami öröm, és ez nagyon sokat jelentett. A bensőséges hangulatú találkozón Kő Lajos még elmondta, továbbra sem tett le arról, hogy a jövőben az olimpiai parkban a székesfehérvári emlékhelyen tegyék le az ötkarikás játékokra induló sportolóink az olimpiai esküt, és legyen az 52-es olimpiai szereplés Hungarikum, tanítsák a sportolóhősök tetteit az iskolákban.